Encsa kastélyok és a finom ételek kisvárosa. A Felsőcsoma kastély több mint 200 éve épült, és egy szép arborétum jellegű park is tartozik hozzá. Ezt tavaly újították fel, a másik kastély még várja a megszépülést. Az Abolydövecseri település részen a Csoma családnak két kastélya van. Itt az alsó kastélynál, ez az 1880-as években épült, Csoma József a nemzetközi hírű heraldikusnak a tulajdonába volt. A másik kastély, a felső kastélyt, az pedig a Csoma József a fiának, Csoma Istvánnak nászajándékként építette. Az 1911-ben épült, ez az alsó kastély, ez pedig az 1880-as években. Erre a kastélyra a vidékfejlesztési program keretében nyertünk el egy támogatást, ahol a kastélyt szeretnénk megújítani és a település résznek egy közösségi teret kialakítani benne. A másik kastélyt az 2016-ban sikeresen felújítottuk egy KEOP pályázati program keretében, és jelenleg abba a település résznek a részönkormányzata, valamint a település részen jelenlévő civil szervezetek működnek. A vidékre mindig is jellemző volt, tehát mindig azt mondtuk, hogy a vidék azért az ország éléskramája. Jó, most egy picit ez megfordul, de ha vidékre az autóztunk, a szülők azok mindig telikocsival mentünk vissza, tehát ott készült nagyon sok minden, hogyha a disznóvágásokat mondom, a sonkakészítés, vagy nagyon sok mindent. Persze természetes, mi magunk is nagyon szeretünk enni, hát a maga névválasztás is úgy, hogy a vasárnapi ebédek, amiket édesanyámmal töltünk el, amit közösen főzünk, az ottani ízélményekben és annak a hangulatából jött a névválasztás, az ételnek a névválasztása is. Ha csak egy levesről, vagy egy húslevesről beszélünk, hogy az jól el van készítve, akkor az egy teljesen jó dolog. De meg lehet próbálni ízesítésben egy picit más irányba elvinni, mint ahogy most is van az étlapunkon egy ilyen. Hogyha én édesanyámmal egy gázon elkezdjük főzni, hogy lesz az ételt, sose tudom, hogy elkészíteni az édesanyám. De próbáltuk már nagyon sokszor. Hát itt jön bele az, amit az elején mondta, hogy a maga szeretet, amit belead, az biztos, hogy sokat. Nem mint, hogyha mi nem adnánk bele, bocsánat, nem erről van szó, de még mindig klasszusokkal jobb.